Nagy kihívást jelent a tápanyag visszapótlás és a talajtermékenységének fenntartása az ökológiai gazdálkodásban. Bár a zöldrágyázás nem helyettesíti az istállótrágyát, trágyát, a zöldrágya növények tudatos termesztése lehetőséget ad arra, hogy hosszú távon megőrizhessük, illetve javítsuk a talaj termékenységét. Erre irányuló kísérleteket, kutatásokat is végzett morzáruló projektjében a Egyetem. Köszöntöm a stúdióban dr. Víg Szabolcsot a Egyetem agy Gyungtusát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy mekkora a jelentősége az ökológiai gazdálkodásnak és milyen jövő vár erre? Az ökológiai gazdálkodásnak a jelentősége folyamatosan nő, egyre inkább már a környezettudatosság felé orientálódnak a különböző társadalmak, és ebből kifolyólag a projektbe igyekeztünk mi is olyan kutatási témákat keresni, illetve kísérleteket beállítani, amelyeket meg tudtunk valósítani a Nyíregyházi Egyetemnek a tangazdaságán, ahol immáron 131 hektáron folyik ökológiai gazdálkodás. Mire irányultak konkrétan ezek a kísérletek ebben a projektben? A projektben három fő kutatási téma volt, amelyikben én részt vettem, az napraforgó termesztésre irányult, és az volt a célunk, hogy megfeleljünk továbbra is az ökológiai termesztésnek, amelynek során nem szabad ugye gyommentesítésre vegyszereket használni, illetve a tápanyag utánpótlást műtrágya helyett más anyagokkal kell megoldani. Miért esett a zöldtrágyára a választásuk? A zöldtrágya az nem helyettesíti olyan mennyiségbe a műtrágyát, de még az istálótrágyát sem, ezért olyan növényeket próbáltunk alkalmazni előveteménynek a napraforgó előtt, amely hosszú távon, valamilyen szinten, több év elteltével pedig teljes mértékben kiválthatná mondjuk a műtrágyáknak az alkalmazását. Hogy kell ezt elképzelni? Egyik évben olyan növényt vetnek arra az adott területre, ami majd a következő évben fogja biztosítani a tápanyagot, vagy pedig a napraforgó közé vetnek ilyen trágya növényeket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a napraforgót azt májusba szokták vetni, mi pedig előtte való évben, augusztusban és szeptemberben vetettük el ezeket a zöldtrágya növényeket, amelyeket aztán novemberbe, vagy hogyha az időjárás nem tette ezt lehetővé, akkor legkésőbb tavasszal beforgatásra került a talajba az a legjobb, hogyha novemberben sikerül ezeket az öltrágya növényeket beforgatni a talajba, ugyanis mire májusba elvetésre kerül a napraforgónak a magja, akkor ebből az zöld növényből a talajban szépen kioldódnak azok a tápelemek, amelyektől aztán szépen fog nőni a napraforgó, és a termésmennyiség az magas lesz, illetve a napraforgónak az olajsav tartalma is kielégítő. Hogyan zajlott maga a kísérlet? Úgy tudom, több parcellát is bedolgoztak többféle módon. Mit mihez hasonlítottak és mit vizsgáltak? Igen. Összesen 7 hektár területen folyt ez a kísérlet. Öt fő területe volt, öt fő parcellája. Az egyik parcella az kontroll terület volt, tehát oda nem került be ilyen takarónövény, ilyen növény. A másik kettőbe egy komponensű növény került, az egyik daikon retek volt, ez hasonlít a jégcsapretekhez, illetve szikikender kerül be így önmagába. A másik két parcellánál pedig egy öt komponensű, illetve egy hét komponensű vetőmag használtunk. Ez azt jelenti, hogy többféle zöldrágya növényt alkalmaztak azon a parcellán. Igen, az a jó, hogyha több pillangós növényt is tartalmaznak ezek a vetőmagkeverékek, ugyanis a pillangós növényeknek a gyökérgümőin élő rizóbium baktériumok képesek megkötni nagy mennyiségben a légkörből a nitrogént, amely utána a beforgatásra kerül a talajba, kedvező éghajlati hatások mellett pedig szépen a napra forgó fel tudja venni. Milyen eredményre jutottak? Ez a kísérlet ugye hosszú távon fejthetné ki a pozitív hatását, így az első eredmények azt mutatják, hogy még a zöld növények nem fejtették ki a várt kedvező hatásukat, ezért a kontroll területen volt termésmennyiséget illetően a legmagasabb érték, amit tapasztaltunk, illetve az olajtartalom tekintetében pedig azon a parcellákon volt a legmagasabb az olajtartalom, tartalom az öt komponensű zöld rágyanövényt alkalmaztunk. Volt-e arra utaló jel, hogy esetleg hosszú távon, tehát hogyha nem egy évet vizsgálunk, hanem többet, akkor vajon mutat-e arra valami el, hogy mégiscsak ezek a zöld rágya, növények ki tudnak váltani bizonyos műtrágyákat? Korábbi eredmények nemzetközi szinten bizakodásra adnak okot, ugyanakkor azt tudni kell, hogy az éghajlat hatás az nagyban befolyásolja mind a forgónak a termés mennyiségét, mind pedig az olajtartalmát, ugyanis hiába egy őszi időszakban, amikor a zöld növényt szépen fejlődik, mert megfelelő a hőmérséklet, megfelelő a csapadékellátás, ilyenkor nagy zöld biomasszát produkál, azt mi tavasszal szépen bedolgozzuk a talajba, de hogyha virágzás környékén, amikor a naprak forgó fejlődne, akkor nincs csapadék, akkor nem képes kiváltani a műtrágyának a hatását a zöldtrágya növény sajnos. Milyen következtetés lehet így tehát hosszú távon levonni ebből a kísérletből, vagy érdemes a hosszú távú következtetés levonni? Hát a lehetőség adódik rá, akkor ezt legalább 4-5-6 éven át folytatni kellene ezt a kísérletet, és imádkozni azért, hogy a jóisten a csapadékot és a megfelelő hőmérsékletet az biztosítsa a tenyészidőbe, a napraforgó számára. A Gyunktus úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Köszönöm szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.